11 milliárdos keret megnyíltak az önkormányzatok idei fejlesztési és rendkívüli támogatási pályázatai, mondta el Pogácsás Tibor államtitkár Tiszalökön a város ünnepi képviselőtestületi ülésén. Határon átnyúló programok, több ország szakemberei egyeztettek a pályázati lehetőségekről egy nyíregyházi konferencián. Ügyelnek a biztonságra, péntektől vasárnapig újabb közúti ellenőrzésekre számíthatnak az utakon közlekedők. Megnyíltak az önkormányzatok idei fejlesztési és rendkívüli támogatási pályázatai, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egy önkormányzat egy évben két alkalommal nyújthat be rendkívüli támogatási igényt, amelyre idén 11 milliárd forintot különített el a Belügyminisztérium, mondta el híradónknak Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár Tiszalökön a város ünnepi képviselőtestületi ülésén. 25 éve város Tiszalök. A településen ebből az alkalomból ünnepi képviselőtestületi ülést tartottak, amelyen elhangzott, megszámlálhatatlan fejlesztés történt az elmúlt években a város történetében, de sok tennivaló akad még. Szó szerint konszolidálódott a helyzet, és most már amiket elterveztem 2007-8 környékén, azok szép lassan megvalósulnak. Természetesen ehhez kellett nagyon sok külső segítség. Kellett az, hogy a gazdaság az a recesszióból átforduljon a konjunktúrába, és itt a helyi adóbevételek is emelkedjenek. Azt gondolom, hogy ez már 2-3-4 év óta javuló tendenciát mutat, erre is tudunk támaszkodni. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt időszak és a mostani aktuális uniós forrásoknak az elérhetősége, ez egy reménysugár, és ebbe lehet kapaszkodni. Ezeket mindenképpen szerettük volna, és szeretnénk is kihasználni. A város a területi és településfejlesztési operatív programban közel 2 milliárd forintra pályázott, többek között turisztikai és energetikai projektekre, valamint a Zöld Város programban. Tiszalök pályázhat még a hiányzó infrastruktúra kiépítésére. Itt elsősorban belterületi utakat, olyan járdákat jelentünk, amelyek az emberek életminőségét javítják. Emellett viszont nagyon fontos, hogy megtartó ereje legyen egy ilyen kisvárosnak, tehát munkahelyteremtés legyen, ezért az ipari park pályázatát is beadták, reméljük, hogy nyerni fog a Zöld Város, amely a városközpont megújításáról szól, és emellett Tiszalök adottsága a turizmusban nagyon nagy, úgyhogy egy turisztikai programot is kiépítettek, amely ráépül már a korábbi programba. Az uniós pályázati lehetőségek mellett a Belügyminisztérium hazai fejlesztési forrásaira is pályázhatnak a települések. Minden évben három fejlesztési csoportot hirdettünk meg, önkormányzati feladatellátásra szolgáló ingatlanok fejlesztésére, tömegsport, óvodai sport célú fejlesztésekre, és ami azt gondolom, hogy az országban talán a legnépszerűbb, meg a leginkább várt, ez a helyi utak felújításra, fejlesztésére. Az önkormányzatok már ismerik ezeket a pályázatokat, hiszen nagy számban pályáznak, nagyon sikeresek ezek a pályázatok, és szeretik is, hiszen ezek viszonylag egyszerű pályázatok. Erre működik egy internetes felület, egy rendszer, amelyet a polgármesteri hivatalok mindig is kezelnek és jól kezelnek, és ott történik tulajdonképpen az űrlapok kitöltése. Egyszerűbb, mint az Európai Uniós pályázatok, nem igényel különösebb szaktudást maga a pályázat feltöltése, és hát alacsony az önrész is, attól függően, hogy mekkora a település adóerő képessége, 5%-tól indul az önrész, a települések nagy többsége 5-15% önrészsel tud pályázni. Ezekre a pályázatokra a rendelkezésre álló keret 5 milliárd forint, a határidő június 15-e. Ezen kívül a rendkívüli támogatási pályázat keretei is megnyíltak, az önkormányzatok váratlan kiadásaik fedezésére nyújthatják be támogatási igényeiket. Februárban jelent meg a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna határon átnyúló együttműködési program első pályázati felhívása, emlékeztetett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosság szakértője. Kota György a program lehetőségeiről beszélt egy nyíregyházi konferencián. A találkozón olyan magyar és határon túli lehetséges partnerek egyeztettek, akik sikeresen pályázhatnak a kiírásra.
Az európai szomszédság politika arra irányul, hogy támogassa a gazdasági társadalmi reform folyamatokat az Európai Unióval szomszédos országokban, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosság nyíregyházi konferenciáján. Az egyelőre EU-n kívül maradó országok közül Magyarország esetében Ukrajnával, valamint további két uniós tagállammal, Szlovákiával és Romániával közösen valósul meg a négyoldalú határon átnyúló együttműködési program, röviden az ENI. Megjelentek az ENI pályázati kiírásai, illetve meg fog jelenni a közeljövőben a következő köre is a pályázatoknak. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a határ két oldalán lévő szervezetek, beleértve természetesen azokat a szervezeteket is, akik nem csak Ukrajnából és Magyarországról jönnek adott esetben, hanem az erdélyi területekről, illetve felvidékről, egyeztessenek arról, hogy esetleg milyen pályázati ötletek jöhetnek szóba a határmenti fejlesztések kapcsán, figyelembe véve azokat a prioritásokat, amelyek a kiírásban szerepelnek. A találkozóra olyan magyar és határon túli lehetséges partnereket hívtak értekezni, akik sikeresen pályázhatnak az ENIS kiírásra. Elsősorban önkormányzatoknak jelentenek ezek lehetőségeket, illetve mellesleg civil szervezeteknek, különböző infrastruktúrális, illetve fejlesztési gondjaiknak a megoldására. Kérem én a hulladékkérdés, tehát hulladékra lehet beadni pályázatokat. Civil szervezetek közötti együttműködésekre, kulturális programokra, kulturális örökségvédelemre, turisztikai elképzelésekre, turisztikai útvonalakra. Tehát ezek azok a lehetőségek, amelyekre önkormányzatok, civil szervezetek pályázhatnak a következő időszakban. A program a nagy infrastruktúrális beruházások tekintetében a nyílt pályáztatás módszerét alkalmazza, a pályázati felhívás pedig november közepéig tart. Az új pályázati kiírások hamarosan megjelennek, hangzott el a konferencián. Péntektől vasárnapig újabb közúti ellenőrzésekre számíthatnak az utakon közlekedők. Az úgynevezett TISZPOL akció során személyautókat, teherautókat és motorosokat is megállítanak majd a rendőrök. A hétvégén a biztonsági övek és a bukósisak használatát figyelik majd fokozottan, de szondát is fújnak a sofőrök, és az okmányokat is ellenőrzik a hatóság szakemberei. A Tokaji úti piac mellett is leállították a sofőröket a rendőrök péntek délelőtt Nyíregyházán. A Magyar Rendőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és nyíregyházi szervezete ismét csatlakozott az európai szintű közlekedés rendészeti akcióhoz, a TISZPOL-hoz. Az előre tervezett, több napon át tartó ellenőrzés sorozat időről időre a járművezetők széles rétegét érinti. Van, amikor a biztonsági jobb használatát ellenőrzik, máskor a túlzott sebességgel közlekedőket vagy az ittas vezetőket próbálják kiszűrni. Egy elemző és értékelő munka után választották ki azokat a forgalmasabb útszakaszokat, ahol ellenőrzik a vezetőket. Ez az éve már a második TISZPOL akció, tehát a TISZPOL műveleti csoportjának 2017 évi munkaterve alapján március 17-e és 19-e közötti időszakban kerül végrehajtásra egy közúti ellenőrzés, melynek célja passzív biztonsági eszközök használatának az ellenőrzése, a biztonsági öv, a biztonsági gyerekülés és a bukósisak használatát ellenőrzik kollégáim, illetve minden járművezetővel szemben alkoholtesztet alkalmaznak, ellenőrzik a járművek műszaki állapotát. A megye teljes területén egész hétvégén számíthatnak majd az ellenőrzésre a sofőrök. A leállított teherautók rakterét is ellenőrzik és átvizsgálják a rendőrök. A hatóság szakemberei hozzátették, az ehhez hasonló ellenőrzések során több esetben is előfordulnak kirívó szabálytalanságok, ilyen például az ittas vezetés vagy az autók nem megfelelő műszaki állapota. Apáti Istvánt jelöli a Jobbik a 2018-as országgyűlési választásokon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 5-ös számú választókerületben. Apáti régi új jelölt, mert második ciklusban a Jobbik frakció országgyűlési képviselője, az ellenzéki párt szóvivője. Parlamenti munkájában kiemelten foglalkozik a Mátészalkai térséget érintő problémákkal, az agrárium helyzetével, az egészségügy fejlesztésével, munkahelyteremtéssel és rendvédelmi kérdésekkel, hangzott el a Jobbik mai nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Apáti István elmondta, fontos lesz számára a bérunióhoz való csatlakozás. A Jobbik szerint ugyanis az unión belül egymáshoz hasonló vagy közelítő bérekre lenne szükség.
egyenlő munkáért egyenlő bért. Tehát ha egyszer a nyugat-európai munkavállalók olyan életszínvonalon képesek élni, vagy tudnak élni, mint amilyenen, akkor ez egy néhány éven belül legyen elérhető, vagy ez közelítse meg a kelet-európai bérszínvonal. Félreértés ne essék. Nem arról van szó, hogy azt ígérjük, hogy egy-két éven belül itt a német munkabérek időszaka köszön be, de azt igen, hogy ezt a célt ki kell tűzni, és a fokozatosság elvét betartva folyamatosan lépéseket kell tenni, pénztárcán is érezhető lépéseket kell tenni annak irányába, vagy abba az irányba, hogy minden inkább megközelítsék a magyar és a kelet-európai bérek, a nyugat-európai bérek szintjét. Egy mobil planetáriumban ismerhették meg a csillagászat és az űrkutatás számos eredményét a diákok a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola Vécsei Károly tagintézményében. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Második hazai bajnoki meccsét is megnyerte a kisvárdai labdarúgó csapat. Az NB2 25. fordulójában lejátszott mérkőzésen Révész Attila együttese 1-0-ra verte a Sopront. A Kisvárda a tabella 5. helyén állva várja vasárnapi Békés Csabai vendégjátékát. Két nyíregyházi tekéző, Mogyorósi Péter és Finta Zoltán is tovább jutott az EGRI elődöntőből a vidékbajnokság Ózdi területi döntőjébe. Az NTK szombaton a Superliga 18. fordulójában a Salgószt csapatát fogadja. Egy mobil planetáriumban ismerhették meg a csillagászat és az űrkutatás számos eredményét a diákok a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola Vécsei Károly tagintézményében. Az interaktív előadás az iskola vezetősége szerint segít közérthetővé tenni a tananyagot, ezért is szervezték a programot. Ebben a félgömb alakú sátorban planetáriumi körülmények között közérthetően mutatták be a csillagászat és az űrkutatás eredményeit a diákok számára. Egy rövid tájékoztató után léphettek be a tanulók a kupolába, ahol egy közel fél órás interaktív előadással készültek számukra a Budapestről érkező csillagászok. Elsősorban naprendszer szoktuk bemutatni, ez a sláger, de természetesen van olyan műsorunk, ami fekete lyukaknak a titkaiba enged be pillantást, vagy akár egy csillagkeletkezésbe, szupernova robbanásba, mindig attól függ, hogy mire van igény. A csillagászat kötelező tananyag, annak megértését segíti az előadás, amelynek során a csillagos eget, a csillagászat alapfogalmait és történetét ismerik meg a tanulók, valamint a tudomány véleményét arról, hogy hogyan keletkezett az élet. Az előadás több csoport is láthatta a Vécseiben. Nekem nagyon tetszett egyébként, ilyen 3D hatása volt szerintem, ahogy elmentek mellettünk a meteorok, a bolygók. Az előadás legelején a csillagközi felhőkről esett szó, utána meg minden bolygóról külön anyaga, összetétele, naphoz való távolsága, ilyen információkat lehetett hallani. Ezt már tanultuk földrajzból, de is segített jobban elmérülni az anyagban, hogy jobban megértsük. Az iskola vezetősége úgy véli, egyre nagyobb szerepe van a természettudományos oktatásnak, ezért gondolják fontosnak, hogy a tanórák keretében ehhez hasonló különleges előadásokat szervezzenek. A mi iskolánk egy külvárosi lakótelepi iskola, ahol nem könnyű a gyerekeket motiválni, nem könnyű színessé, érdekessé tenni a természettudományos tárgyak oktatását. Úgy gondoljuk azonban, hogy ilyen lehetőségekkel, élményszerű, élményt adó pedagógiával lehet ezt megtenni, úgyhogy rendkívül örülünk annak, hogy ez a mai alkalom létrejött és a planetárium itt van. A nyíregyházi általános iskolában összesen 4 előadást tartottak a csillagászok a diákok számára pénteken. Második hazai bajnoki meccsét is megnyerte a kisvárdai labdarúgó csapat. Az NB2 25. fordulójában lejátszott mérkőzésen Révész Attila együttese 1-0-ra verte a Sopront. A Kisvárda a tabella 5. helyén állva várja vasárnapi Békés Csabai vendégjátékát. A vasárnapi Kozár Michelin elleni győzelmet követően megfelelő önbizalommal fogadta a Sopront a hétközi fordulóban a kisvárdai csapat, amely a mérkőzés 8. percében megszerezte a vezetést. Talabér jobboldali szöglete után Vári perdített a vendégek kapujába. Nem sokkal később Eszlátyi egyenlíthetett volna, lövését azonban védte Ivancsics kapus. A folytatásban a hazaiak magabiztosan őrizték előnyüket, több ígéretes lehetőséget teremtve, de újabb gól már nem született, míg a soproniak egyáltalán nem tudtak veszélyt jelenteni Ivancsics kapujára. Így a Kisvárda második tavaszi hazai meccsén is begyűjtötte a 3 pontot.
Én most úgy érzem, tekintettel arra, hogy nagyon közel volt az elmúlt mérkőzés a Kozár Misi elleni, hogy illetve figyelembe kell venni ezt a jelenlegi nagyon rossz pályát, hogy tökéletes az eredmény. Az a játék is, amit terveztünk, tökéletesen megvalósult. A legfontosabb az, hogy a második olyan mérkőzésünk, amelyen az ellenfél nem tudott helyzetet kialakítani. Volt ugyan egy lövésük az első fél időben, egy labdaeladás után, ezen kívül még a kapu az is nagyon ritkán értek, de ez, hogy is mondjam, azért következhetett be, mert mi is kevesebbet kockáztattunk hátul. A vendégek vezetőedzője a vereség mellett azt sajnálta, hogy hiába készültek a hazaiak játékából, nem tudták megnyerni a párharcokat. Az 1-0-es vereség igazán azért fájó, mert olyan szituációban kaptuk a gólt, amire előre készültünk. Tudtuk nagyon jól, hogy jó fejjelű játékosok vannak, és hát tulajdonképpen ezt a mai mérkőzést ezzel is nyerte meg a Kisvárda, hogy azok a nagy testű játékosai, akiket becseréltek, gondolok a Rajcira, gondolok a Bacsára, vagy a Horvátra, ők meg tudták tartani ott elől a labdát, le tudták fejelni, és nem tudtuk velük megnyerni a párharcokat. Ebbe sokat kell még fejlődnünk. De én úgy érzem, hogy ezen a mérkőzésen sem vallottunk igazán szégyen, bízom abban, hogy az elkövetkezendő időszakban eredményesebben tudunk szerepelni majd. A győztes gól szerzője, Vári Barnabás abban bízik, hogy csapata a gyengébb tavaszi kezdés után rátalált a helyes útra. Örülök neki, hogy sikerült gólt szereznem. Így most a felvételt visszanézve nem is pattant meg a labda, amit én azt hittem, hogy megpattant, úgyhogy teljesen más képet mutat a felvétel. Úgyhogy én rúgtam személy szerint, nem úgy, mint a vasárnap, hogy kapufára rúgtam és bebattant a játékosról. Most azt hittem, hogy ismételten én rúgtam rá a játékosra, és úgy került a gólvonal mögé a labda, de nem sikerült nekem szereznem a gólt, de most nem az a boldogság, hogy most én személy szerint én szereztem a gólt, hanem az, hogy a csapat végre most nyert két meccset egy meccs után, jön a vasárnapi, és remélünk elindulunk egy olyan úton, ami végigvezet a bajnokság végéig. A forduló további eredményei a következők: Kozár Michelin Nyíregyháza Spartakusz 1-0, Dorog Siófok 0-0, Grosics Akadémia Mosonmagyaróvár 0-0, Cegléd Zalaegerszeg 3-2, Budaörs Csákvár 4-1, Soroksár Cigánd 0-0, Szolnok Szeged 2-1, Balmazújváros Vác 0-0 és Puskás Akadémia Békés Csaba 3-0. A tabella élén a Puskás Akadémia áll 51 ponttal, az egy meccsel kevesebbet játszó Kisvárda 41 ponttal az 5. helyen várja vasárnapi Békés Csabai vendégjátékát. Két nyíregyházi tekéző, Mogyorósi Péter és Finta Zoltán is tovább jutott az EGRI elődöntőből a vidékbajnokság Ózdi területi döntőjébe. Az NTK szombaton a Superliga 18. fordulójában a Salgózd csapatát fogadja. Hat nyíregyházi tekéző lépett dobóállásba Egerben, a vidékbajnokság selejtezőjében. Az NTK küldöttsége foghíjas volt, ugyanis Szlovenszki Tibor és Kastúra Zsolt nem tudott elutazni a versenyre, amiről két nyíregyházi játékos lépett tovább. Reálisan azt lehet mondani, hogy 4 embernek volt továbbjutási esélye, abból a Hakker Dezsőnek és a Szegő Leventének nem sikerült, míg Mogyorosi Péter az 568 fájával az 5. helyen kvalifikálta tovább magát, én nekem pedig az 558 fájával sikerült 10. helyen tovább jutnom. Hozzáteszem, hogy a Péter abszolút győzelmi esélyekkel állt még fél időben, tehát meg is nyerhette volna ezt a viadalt, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy mindenképpen minél többen tovább jussunk az április végén Ózdon megrendezendő országos vidékbajnokságra. A nyíregyháziak szombaton a Superliga soros fordulójában a Salgótarján és az Ózd egyesüléséből létrejött Salgózd csapatát fogadják. Nekünk egy megnyugtató győzelemre lenne szükségünk még ebbe a bajnokságba. Erre úgy számogatunk, hogy van még reálisan 4 olyan mérkőzésünk, abból 3 hazai pályán, 1 pedig idegenben a Vasasszony otthonában, ami akár nyerhető lehet, és hogyha egyet sikerül megnyernünk, akkor úgy gondoljuk, hogy mindenképpen nyugodtan várhatjuk majd a végelszámolást, úgyhogy megpróbáljuk most ezen a hétvégén ezt begyűjteni, nem lesz könnyű, nem tudjuk még milyen összeállításba lépünk dobóállásba, mert még egyes játékosoknak elfoglaltságai még nem tisztázódtak, de a holnapi napra meglátjuk, hogy tudunk felállni. Szombaton az ifjúságiak mérkőzése 13, a felnőtteké pedig 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Megnyíltak az önkormányzatok idei fejlesztési és rendkívüli támogatási pályázatai. Egy önkormányzat egy évben két alkalommal nyújthat be rendkívüli támogatási igényt, amelyre idén 11 milliárd forintot különített el a belügyminisztérium. Mondta el híradónknak Pogácsás Tibor, önkormányzati államtitkár Tiszalökön, a város ünnepi képviselőtestületi ülésén. Februárban jelent meg a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna határon átnyúló együttműködési program első pályázati felhívása, emlékeztetett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosság szakértője. Kota György a program lehetőségeiről beszélt egy nyíregyházi konferencián. Péntektől vasárnapig újabb közúti ellenőrzésekre számíthatnak az utakon közlekedők. Az úgynevezett Tiszpol akció során személyautókat, teherautókat és motorosokat is megállítanak majd a rendőrök. A hétvégén a biztonsági övek és a bukósisak használatát figyelik majd fokozottan, de szondát is fújnak a sofőrök és az okmányokat is ellenőrzik a hatóság szakemberei. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták. Szombaton heti hírösszefoglalónkat, a krónikát láthatják. Friss hírekkel hétfő este jelentkezünk. Híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Egy frontrendszer hatására nagy nedvesség tartalmú levegő érkezik térségünk fölé, ezért ismétlődő esőzápor várható. Az éjjeli órákban borult lesz az ég, az esti óránktól esőzápor is várható. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, délután is csak átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet. Reggelre megszűnik a csapadék, majd egy hosszabb szünetet követően délutántól ismét többfelé elered az eső, zápor. A nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet. Előbb meleg, majd holnap délutántól hidegfronti hatás várható térségünkben. A folytatásban változékony időre készülhetünk. Rövidebb napos időszakok mellett kett kivételével minden nap esőre, záporra is számítani lehet. Vasárnaptól ismét melegedés kezdődik. A legmelegebb órákban kedden már 15 fok fölött alakul majd a hőmérséklet.